Épp a cikói táncot táncolják a gyerekek, a sapka a fejükön már csak a bolondozás része. A Kránclány Néptánc Együttes kis táncosai ezt a táncot is előadják majd a hagyományosan megrendezett farsangi ünnepségen. A Néptánc Együttes pedagógusai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekekkel megismertessék a táncokon túl a sváb néphagyományokat is, így a farsang eredetét is és az ahhoz kapcsolódó szokásokat. A régmúltban, ebben az időszakban a gazdáknak nem volt dolguk a földeken, így az istálló rendben tartása mellett jutott idő a hagyományok megélésére. Mivel a természet ébredése még messze volt, ezért nem csoda, hogy ebben az időben ülték a legtöbb lakodalmat és tartották a legtöbb mulatságot. A farsangi időszak január 6-án kezdődik és egészen húshagyókeddig tart. Ez a lakodalmak, a bálok időszaka volt régen a sváboknál is, mert nem volt ilyenkor kerti munka, nem kellett dolgozni kint a kertben, ráértek nősülni, házasodni. A szerda, a hambazó szerda az utolsó napja a farsangnak, de ez igazából már a böjt kezdete, és ilyenkor már nem is vettek magukhoz húst az emberek. A hambazó szerdát mindig húsvéttól visszaszámolt 40. napon tartják. A farsanghoz nem igazán kötődik vallási ünnep, hanem ez néphagyományra épül, mint itt nálunk is Bonyhádon. Farsang vasárnapján és farsang hétfőjén nagy mulatozások voltak, nagy zenekarral, szép ruhában. A fiatalok jártak bálokba, mert ráértek. Kedden a farsangi sütésé volt a főszerep, a legények, a fiatal fiúk. A legények házról házra jártak, begyűjtötték a farsangi fánkot, ami még megmaradt, megkóstolták, a kolbászt, azt is kaptak egy picit, és akkor így összegyűlve elmentek az egyikük pincéjébe, és jót mulatoztak. Ők egy bottal járták a falut, és a botra akasztották rá az emberek az ajándékot, amit adtak nekik. És este hazamentek, megetették az állatokat, aztán hívták a lányokat, és megint bálba mentek. De most már nem a legszebb ruhájukba, és nem nagy zenekar kíséretében táncoltak, hanem már csak harmonika zene volt. Aminek ennek a bálnak 11 órakor vége kellett, hogy legyen, szóltak a harangok, jelezvén, hogy vége van a farsangnak, ugyanis ez a farsang farka, ez volt a legnagyobb ünnep. A farsang vasárnapja, a hétfő és a kedd. És akkor szerdától jött a böjt. Nálunk itt, amit most láttak, ez a cikói tánc, igazából ez egy cikói néphagyományra épülő tánc, mert ott is a fiúk házról házra jártak, tartották ezt az ünnepet, és ők is kértek kolbászt, meg farsangi fánkot, és ezt a Kránclány Néptánc Együttes feldolgozta, és el is táncolja, és ebből országos fesztiváldíjat is nyertek. Persze nem csak a picik, ehhez azért hozzá kell gondolni a nagyokat is, és együtt, amikor az színpadon vannak, az nagyon gyönyörűségesen szép. Itt a gyerekekkel is farsangolunk mindig egy picikét, az iskolában is, a Kránclányon belül is, picit bolondozunk, táncolunk, és nem csak mindig a kemény táncot vesszük, mert akkor megunnák a picikék a táncot. A városban a farsangot igazából a Bonyhádi Énekkar kezdte, én úgy tudom. Ehhez csatlakozott a Kránclány Tánc Együttes, ahol mindig ezt a cikói táncot elő is adjuk. Az idén is tartanak a városban farsangot, de csak az iskolások részvételével. A Széchenyi Általános Iskolából és a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolából jönnek majd gyerekek. A hagyományok az visszatérve nem csak a nagyokat, hanem a picikéket is érintette ez a farsang. Ugyanis kedden nem volt oktatás az iskolában régen, hát ennek szerintem most is örülnének a gyerekek. És a kisgyerekek is járták a házakat, ők fillért kaptak, vagy egy kis cukorkát, vagy éppen farsangi fánkot ők is, és ők húzták magukkal a Hänsel und Grételt, Jancsi és Juliskát. Ezt a szülők csinálták meg, ez egy óriási embernagyságú bábú, illetve kettő bábú, kitömték szalmával, és egy hatalmas kocsikerékre rakták, a kocsikerékhez egy rudat rögzítettek, és így a kocsikerék nem tudom milyen módon, de megoldották, hogy forgott. És Jancsi és Juliska is forgott a kocsikeréken, egymásba kapaszkodtak, jó hosszú kezük volt, és olyan volt, mint a táncolnának. A gyerekek húzták ezt a rudat, ezt a kocsikereket rajta Jancsival és Juliskával, és akkor ők is táncoltak. Jancsi és Juliskának a ruhája fehér volt. Fekete volt a mellényük, a cipőjük, pacskerbe voltak igazából. A fiúnak, Jancsinak volt még egy fekete kalapja, és az arcuk is fehér volt, és feketével volt megrajzolva az arcuk. Ezt nagyon élvezik most is a gyerekek, és tülengenek itt a Kránclány cipfelműs csoportban, hogy én szeretném húzni ezt a bábut, és ezt majd a városban láthatják is március 1-én. De hát mi a Kránclányon belül, és főleg a picikékkel azért őrizzük a néphagyományokat is, ugye, mert ha nincsen gyökerünk, akkor nem lesz koronánk sem soha, mint ahogy a fának sem, de nem vagyunk olyan szigorúak, és
azért próbálunk egy kicsit viccet is beletenni az egész, meg játékosságot is. Hány gyerek van? A dalokat is azért próbáljuk meg a mondókákat megtanítani nekik, hogy a nyelvet vigyék azért tovább, és ápolják hagyományokat. Nyári táborunk van, például ennek a cikói táncnak az énekét, ott tanultuk meg, kicsit elfelejtették, de ismételtük, és akkor neki minden előkerült.